Köszöntöm a Kultúrszoba nézőit, Lehel Kata vagyok. Nézzük, mit kínálunk mai műsorunkban. Gyermekszínjátszó találkozó volt a Szekszárdi Német Színházban. Újra lesz Forgass a Földért. Új bemutatóval készül a Magyarországi Német Színház. Újra megszervezték a Cinege Madár népdal és népzenei versenyt. Több évtizede már, hogy a Magyar Drámapedagógiai Társaság létrehozta a Vörös Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozót azzal a céllal, hogy legyen egy fórum, ahol az általános iskoláskorú gyerekek megtapasztalhatják a közös alkotómunka örömét, fejleszthetik a kreativitásukat és a személyiségüket. A nemrégiben megrendezett találkozónak ezúttal a Magyarországi Német Színház adott otthont Szekszárdon, ahol számos gyerekcsoport léphetett színpadra. A Szekszárdi Szent József Iskola Központ Fackor csoportja a Nyár című rövid performanszát adta elő az országos ismeretségű Vörös Sándor gyerekszínjátszó találkozón, aminek ez alkalommal a Szekszárdi Német Színház adott otthont. A Magyar Drámapedagógiai Társaság a 80-as évek óta felmenő rendszerben szervezi meg ezt a rendezvényt, ami mindig is népszerű volt az általános iskoláskorú gyerekek körében. A Covid előtti időszakban a verseny egy megyei fordulóból állt, majd innen lehetett tovább jutni a régiós válogatóra. Aki itt aranyminősítést szerzett, az jutott tovább az országos döntőbe. 2022 óta viszont változtak a szabályok. Ez egy speciális év, tehát ez az újrakezdés éve sok szempontból előadó művészként vagy diákszínjátszó rendezőként is, és hogy most nincs régiós forduló, hanem megyei fordulók vannak. A kiírás annyiban változott az előző évekhez képest, hogy iskolai ünnepi műsorokat is el lehet hozni, ami egyébként szerintem egy kiváló újítás, tehát hogy alapvetően nekünk, akik gyakorló pedagógusok vagyunk, és egy minden évben kell prezentálnunk, vagy március 15-én, vagy október 23-én, vagy mindkét ünnepséget akár, hogy ez egy jó forma arra, hogy beszélgessünk az ezzel kapcsolatos dilemmáinkról. Szóval csak megyei forduló van, és innen az aranyminősítésű előadások juthatnak tovább az ebben az évben június 11-12-én Debrecenben megrendezésre kerülő országos fordulóra. Ugye ez egy gyerekszínjátszó a kiírása szerint, ez azt jelenti, hogy az általános iskolában járó gyerekek vesznek részt ezen a találkozón, vagy az általános iskolából szerveződő csoportokban. Tehát vannak teljesen homogén csoportok, tehát még egy osztály, de vannak olyanok is, mint például a Német Színháznak a csoportja, a Junge DBU, ahol meg bárki jöhet, aki általános iskolás is részt vesz ezen. Ezeknek az összejöveteleknek a célja elsősorban az, hogy lehetőséget adjanak a szakmai találkozásoknak és a közösségi élményeknek. Mint mindenhol, itt is észrevehető a korábbi időszakokhoz képest egy visszaesés, de a szervezők remélik, hogy normalizálódik a helyzet, és újra régi fényében tündököl majd a találkozó. Azok a csoportok, akik eljönnek ezekre a fesztiválokra, azok ilyen, hát nem tudom, tehát hősökként tovább viszik ezt, és olyan, mintha semmi se tudna őket kimozdítani ebből a pozíciójukból, már a alkotói pozíciójukból, és hogy szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy mi most megerősítsük ezeket a csoportokat abban, hogy csinálják tovább ezt a munkát, mert ennek szerintem van egy nagyon erős kultúrmisszió értéke. Van abban egy tendencia, hogy egyre inkább iskolai keretek közé kerülnek ezek a csoportok, hogy én magam egyébként Pécsen élek, és én meg pont jövőre gondolkodtam, hogy indítani egy olyat, amit tudod, így intézményen kívüli, és nem csak azért, mert tehát ennek nincs egy ilyen iskolai oka, hanem egyszerűen az, hogy találkozzanak a különböző szférából, különböző, nem tudom, társadalmi szegmensben felnövő gyerekek egy másik gyerekkel is. Én ezt egy nagyon fontos tevékenységnek tartom, de nem a szerepalkotás miatt, vagy nem azért, mert akkor általában aki gyerekszínjátszó volt, az mondjuk diákszínjátszó lesz, és abból lesz mondjuk színész, hanem a kooperatív hajlandósága, az együttműködés, elfogadás, csoportos alkotói készség, tehát ezek tudnak fejlődni, tehát hogy egy olyan világban élünk, ahol ugye egyre jobban individualizálódik minden, tehát egyedül vagy a telefonoddal, egyedül vagy idézőjelben mérésnek kitéve mondjuk egy dolgozat formájában, és itt meg az van, hogy rá vagy kényszerítve arra, hogy együtt alkossa a társaddal. És bizonyos értelemben ez egy burok, tehát itt az van, hogy nem az van, hogyha rosszul alkotsz, akkor utána nem tudom, megbüntetnek, vagy valami rossz ér, hanem hogy az az öröm, hogy együtt játékból, vagy egy közös tevékenységből létrejön valami, és ennek a valaminek te a része vagy. És hogy mennyit adsz bele te a saját ötleteidből, vagy a saját készségeidből, és mennyit adsz föl saját magadból, az utána neked így visszaháramlik rád így pozitív hatásként, hogy egyébként a közösség pedig működik, aminek az agja vagy. A zsűrizés egészen más szempontok szerint van a gyerekszínjátszás terén, mint egy felnőttekből álló produkciót látnának.
Erről is beszélt Ákli Krisztián. Engem a pedagógiai folyamat érdekel mindig. Tehát én akkor megnézek egy előadást, beszélgethetünk róla, hogy tudod, hogy másik fény kellett volna, vagy hangosabb szöveg, vagy minden. Nekem nem ez érdekel, engem az érdekel, hogy ha látok egy előadást, mi az a pedagógiai folyamat, amit én vissza tudok fejteni. Tehát, hogy mi, milyen céllal. Tehát azt szerintem az egy nagyon erős tévedés, hogyha valaki azt hiszi, hogy a gyerekszínjátszókat így, tudod, ilyen színházi rendszerben így, most te leszel a Rómeó, te a Júlia, mert hogy tehetségesek vagytok, ti meg bénábbak vagytok, akkor ti lesztek a fák, tehát hogy nem így osztunk alapvetően szerepet, hanem hogy tud létrejönni egy közösségben egy pedagógiai folyamat, hogy eljutunk A-ból B-be, és ezt milyen színházi környezettel tudjuk megteremteni. Tehát én alapvetően ezt nézem, és nyilván, hogyha vannak ilyen fantasztikus színházi pillanatok, mint ami mondjuk volt az előző előadásokból, szerintem szinte mindegyikben, akkor így megnyugszik a lelkem, hogy egyébként van remény. Aki belekóstol ebbe, akkor ez valamilyen módon a részese lesz. Tehát én a saját csoportjaimra szoktam azt elmondani, hogy a legerősebb csoportomból is volt olyan, ami senki nem lett színházi ember, de hogy ők nagyon sokat profitáltak belőle, de volt olyan csoport, ami meg mondjuk tényleg fantasztikusan működött, és a nem tudom, 80%-a jelenleg színháza vagy drámapedagógiával foglalkozik. Tehát, hogy a lehetősége megvan, de hogy ez nem egy ilyen erőszakos forszírozás, hogy hú, te nagyon tehetséges gyerekszínjátszó vagy, te menj el utána a drámatagozatra, és utána menj el a színházra, hanem hogy így az együttjátékot próbáljuk meg inkább ebben erősíteni. Az első fordulók, mint ez a Szekszárdi is volt, április 9 és május 8-a között zajlott. A második forduló egy országos fesztivál keretein belül lesz Debrecenben 2022. június 9 és 11-e között. Egy föld, egy film, egy esély. 2022. május 14-én és 15-én újra megrendezik a magyar kezdeményezésű Forgassa Földért 24 órás globális filmkészítő maratont. A verseny célja, hogy az egyperces rövid filmekkel felhívják a figyelmet a környezetvédelemre és a környezettudatos gondolkodásra. A filmkészítésre bárki, bárhonnan jelentkezhet a világon. Az alkotás lehet élőszereplős rövid film, videóklip vagy animáció is. Look around. Isn't this beautiful? This is our world. Our inheritance. Got this wonderful world as our inheritance. But we didn't treat it well. We didn't respect it. Rather, we have exploited it, abused it, made it sick by our relentless consumption. Ez a rövid videó is a Forgassa Földért elnevezésű 24 órás filmmaratonra készült még korábban. A magyar kezdeményezésű filmkészítő világjátékra idén is benevezhetnek azok, akik fontosnak tartják, hogy egy rövid mozgókép formájában felhívják a figyelmet a környezetvédelemre, a felelős magatartásra, a környezettudatos gondolkodásra. Maga a játék 18 évvel ezelőtt kezdődött Szekszárdon 2004-ben, de aztán ahogy a világ fejlődött, a kamerák, a technikák fejlődtek, maga az internet fejlődött, így aztán világjátékká lett maga ez a játék. És 2013 óta a környezettudatos gondolkodással foglalkozik, és minden évben, amikor ezt megrendezzük, akkor tulajdonképpen ez az alaptémája ezeknek a programoknak, és az elmúlt évben volt egy nagyobb lélegzetű, annak ellenére, hogy mindent online bonyolítottunk le, tehát a vírusjárvány miatt akkor nem találkoztunk senkivel. Most viszont az idén annyiban változik, hogy a május 14-15-én lebonyolításra kerülő játékban a zsűri már részben együtt dolgozik, részben online összekapcsolva a világban, és ugyanúgy lesz két kísérő program, lesz egy megnyitó 13-án pénteken, illetve van egy záró eseménye is, a díjkiosztó. A filmkészítő maraton egyfajta futás az idővel, hiszen a résztvevőknek mindössze 24 óra áll rendelkezésre, hogy elkészítsék a pályamunkájukat. Tavaly közel 200 film készült el, bízunk benne, hogy az idén is, mivel már vannak jócskán nevezések, hogy az idén is elég sok film lesz majd. Nevezési díj, korosztályi megkötés nincs. Abban a 24 órában kell leforgatni a filmet, ennek az a lényege, hogy szombat délelőtt
10 és vasárnap délelőtt 10 között kell elkészíteni és beküldeni a filmet. De az úgy van, hogy a világ minden időzónájában külön-külön vannak ezek, és akkor kapnak olyan pontokat, amiket be kell építeni a filmbe, hogy korábban ne lehessen megcsinálni, legyen logikailag benne legyen a filmben annak, aminek benne kell lennie. Pályázók között vannak olyanok, akik visszatérők. Most is láttam a most már beérkezett pályázatok között olyanokat, akik az elmúlt években is szerepeltek. Technikai megkötés nincs, pontosan azért, hogy a profik is elindulhassanak, akik professzionális eszközökkel szeretnek dolgozni, de ugye az utóbbi évek nagy sikerét a mobiltelefonok használata hozza, hiszen azokkal a filmekkel, a mobiltelefonnal készült filmekkel sok fesztivál van ma már, és így könnyű őket tovább vinni más fesztiválokra is. Nincs tulajdonképpen semmiféle megkötés, nem gátoljuk ugye a művészi szabadságot, hiszen bármilyen stílusúak lehetnek a filmek, teljesen mindegy, milyen stílusban csinálja meg. A résztvevő, a játékos ugye, mert itt nem csak a művel kell megküzdeni, azt elkészíteni, tehát az idővel is küzdeni kell, és hát vasárnap délelőtt 10-ig várjuk az elkészült filmeket, persze mindenhol időzóna szerint. Az összes beérkező alkotás részt vesz a nemzetközi versenyen. Külön értékelése és díjazása kerülnek a magyar diaszpórából és Magyarországról érkező rövidfilmek. A versenyre beérkező pályamunkákat nemzetközi zsűri értékeli. Aki jön az idén a zsűribe külföldről, az Amerikai Egyesült Államokból, Los Angelesből jön a Lawrence Földes, aki az amerikai akadémiai tag, de mellette pedig a Diák Oscar díj kiosztó bizottságának az egyik ilyen oszlopos tagja, és aki mindig velünk van, 2004 óta, Bárdos professzor New Yorkból, a New York Egyetemnek a professzora, úgyhogy igazi filmesek vannak közünk, és hát Magyarországról is Szabó István említhetem, vagy kiemelhetem, és természetesen ki kell őt emelnem, hiszen Oscar-díjas filmrendező is megnézi ezeket az egyperces kis filmeket, és díjazza. Az idén is lesz Jiří Menzel díj, hiszen ő éveken keresztül a szintén Oscar-díjas cseh filmrendező velünk volt, szinte haláláig, és úgy döntöttünk az elmúlt évben, hogy rá emlékezünk mindig azzal a film, amilyen olyan vidám megoldásokat tartalmaz, de attól felhívja a figyelmet a környezettudatos gondolkodásra. A versenyszervezői a kezdeményezéssel kaput kívánnak nyitni a Föld egyik legsarkalatosabb problémájának a megoldásához, mégpedig, hogy a kék bolygó még sokáig az emberiség közös, élhető otthona maradhasson. A verseny rajtja 2022. május 14-én helyi idő szerint délelőtt 10 órakor lesz, és egy időben zajlik majd a világon. A színház dolga a szórakoztatáson kívül, hogy tükröt tartson időszerű társadalmi problémáknak is. A kettő ötvözete történt most is a Magyarországi Német Színházban, hiszen új darabjuk a Nem fizetünk egy olyan komédia, mely az árak emelkedéséről és fizetésképtelenség okozta nehézségekről szól. Ja, grüß dich, Margarita. Wie geht es dir? Margarita? Ist alles in Ordnung? Egy feszültségekkel teli vígjáték a Szekszárdi Német Színház új bemutatója, Nem fizetünk. Locz Katalin igazgató azt mondja, ez a darab adta magát, hiszen olyan társadalmi feszültségeket boncolgat, mint az elszegényedés és ennek megélése. Címe is az, hogy nem fizetünk, mert arról szól, hogy erős árdrágulás van, és ezért már nem lehetnek fizetni az ételeket sem. A darab maga Olaszországban játszódik, a 70-es években, és annyiban tényleg párhuzamot lehet vonni a mai helyzettel, hogy érezhető egy elég erős drágulás. Persze a háttérokok nem ugyanazok, de azt szerettük volna elérni, hogy erről a jelenségről, hogy drágulás van, és hogy egy nagyon erősen érezhető drágulás, mégis tudjunk nevetni. A millió az a munkás, az egyszerű embernek a közege. A sok komoly darabunk mellett, bár egy olyan üzenettel, ami szerintem mindenkit érdekel, vagy mindenkit érint, tudjunk eltölteni felhőtlen 2 órát. Ja, und der Papst sagt, es ist eine Todsünde, die Pille zu nehmen. Und wenn der Papst das sagt... Also, bist du doch ganz dicht? Du redest wie eine Irrsinnige. Eine Pille, die nicht wirkt, weil sie gar nicht nimmt. Der Papst!
A darab története az, hogy amikor Antonia hazaér, el kell rejtenie a lopott holmikat férje, a szabálykövető Giovanni elől. És még a rendőrség elől is, akik nagy erőkkel nyomoznak a lopott cuccok után. A helyzet számos komikus szituációt szül. A rendező Kilian Klappen számára nem ismeretlen a Szexádi Színház. Eddig 3 darabban lépett színpadra, de rendezőként is ez a második előadás, mely a kezenyomát viseli. Azt gondolom, egy aktuális témához sikerült nyúlnunk, mert hogy egész Európában, nem csak Magyarországon probléma a drágulás, a napi szükségletek árának emelkedése. Ez a darab egy csodálatos komédia, amely bátorságot is adhat az embereknek arra, hogy harcoljanak az érdekeikért. Ha baj van, nem magát a szituációt nevetjük ki, hanem az a vicces, ahogy a szereplők elkezdenek tenni a probléma ellen, és ezáltal folyamatosan komikus helyzeteket idéznek elő. Van egy feszültség az élet és az egymás gerjesztő komikus megoldások között, ez adja a darab feszültségét. Paula Donner a darab női főszereplője, állandó tagja a társulatnak. Azt mondja, számára idegen a helyzet, hiszen soha nem kellett megélnie, hogy szükségből olyat hazudjon, ami lavinát indított el maga körül. Nyilván gyerekként volt olyan, hogy füllentettem, de ez a helyzet idegen a számomra, mint ahogy az is, hogy boltból lopnom kellett volna, szemben a mostani karakteremmel. Ez nyilván szórakoztató, hiszen megélhetek olyan helyzeteket, amit az életben soha nem tennék. Persze az, hogy a szükség visz rá, hogy kirámoljak egy szupermarketet, nem boldogító, de ez vígjáték, és ez oldja a helyzet nehézségét, szóval élvezetes. És soha nem ítéltem el azokat az embereket, akik szükségből loptak, így aztán nem befolyásolja a darab a szemléletemet ebben a kérdésben. A nem fizetünket a színházi június 28-án és 29-én tűzi műsorra újra Szexárdon. Újra megrendezték Szexárdon a Cinege Madár népdal és népzenei versenyt. 20 produkciót minősített a szakértő zsűri. A megmérettetést kisebb kihagyásokkal már közel 40 éve rendezik meg. A szervezők szerint a lelkesedés azóta is töretlen. Az esemény célja a néphagyományok, népdalkincsek megőrzése. Huszonhét egyéni és 18 csoportos induló, vagyis összesen 230 fő vett részt az idén újra megrendezett Cinege Madár Tolna megyei népzene versenyen. Az általános iskolásoktól elsárosodik a tunikád, megvár érte az édesanyád, a nyugdíjas korosztályig. Piros mind a két orcája, Debrecennek van egy vize. A verseny elődöntője Tamásiban és Szekszárdon zajlott, az ezeken legjobban szerepelt versenyzők jutottak be a döntőbe, így a szakértő zsűri 20 produkciót minősített ezen a napon. Dél Zsuzsanna széki dallamokat mutatott be a zsűri előtt. Próbáltunk olyan számokat kiválasztani, ami a legjobban illik hozzám, és azt hiszem, én jobban szeretem a nem annyira gyors számokat, hanem amit jól lehet hangsúlyozni, jól tudom díszíteni őket, és azt hiszem, ezek voltak rá a legjobbak. Ez volt az első népzene versenyem, mert eredetileg én klasszikus zenét tanultam már 8 éve, viszont pár éve megpróbálkoztam a népzenével. És igazából nagyon jó élmény volt ez az egész, ez a népzenek közeg, és nagyon jól éreztem magam rajta. A családomban két nagyobb testvérem is hegedült, és mindig példaképként tekintettem rájuk, ezért gondoltam, hát én is kipróbálom, és közben nagyon megszerettem. És a baráti társaságomban többen is népzenéltek, és mindig mondták, hogy jöjjek velük, és hát egyszer elmentem, és nagyon megszerettem. A 13 éves Tuba Őrs is hegedűvel állt a színpadra. Ez a 6. évem a hegedülésben, népzenével kezdtem, és azóta imádom. Nekem ez az első alkalom, hogy jelentkeztem a Cinege Madár népzené és népdal éneklési versenyre. Nagyon élveztem mind az elődöntőt is, a döntőt is. Csak is örömet éreztem. És azt szerettem volna közben, hogy a zsűrinek megmutassam, hogy nem kell izgulni ezek előtt, csak az öröm van az egészben.
És hogy mi a jó hegedülésben? Kiszolgálhatja az ember, hogy zenél a táncosokat, és mindenkinek örömet tud szerezni, de nem csak a hegedülés a legjobb ebben, hanem az egész népi kultúra. Mert régen úgy volt ez, hogy zene nélkül nem volt tánc, és tánc nélkül meg nem volt zene. És amikor az emberek együtt mulatnak, az egy csodálatos élmény lehet. Hát érezzük, látjuk a mai rohanó világban, hogy egyre nehezebb azokat a évtizedes tapasztalattal bíró szakembereket pótolni, akik ugye már az első világháború, második világháború környékén népdalgyűjtéssel, népi hagyományok gyűjtésével foglalkoztak. Nekünk szerencsére van még mindig egy Szabadi Miska bácsink, aki ennek a versenynek, a mozgalomnak is az elindítója volt, és nagy örömünkre mai nap is itt ül a zsűriben, tehát ezt a 4 évtizedes történetet ő nagyon szépen keretbe foglalja, és az ő és a hozzá hasonló szakmai emberek a garancia arra, hogy ez a hagyomány ez tovább épülhet. Az igazgató szerint a jelentkezők lelkesedése nem változott az évek alatt. Egy népdaléneklés, akár legyen egyénileg, akár csoportosan, egy nagyon szép felszabadító történet, egy picit megismertet bennünket őseinknek a nyelvezetével, olyan szólásokkal, mondásokkal, olyan kis vicces, tréfás szövegekkel, amelyek én azt gondolom az iskolai oktatás révén is nagyon nagy hasznára válhat valamennyi diáknak, hiszen tankönyvekben, régi népmesékben, történetekben ugyanezzel a nyelvezettel találkozik. Hogyha ez még zenével párosul, én azt gondolom ez egy nagy élményt ad neki, látható a szereplők nagy létszámán is, hogy örömmel és szeretettel vesznek részt az ilyen versenyeken. Külön öröm számunkra, hogy a 20 produkciónak is a legjobb díjazottjai, a szakmai zsűri által kiválasztott produkciók, legyen szó egyéni vagy csoportos előadókról, a szexádi születi napok keretein belül egy gála műsort is adnak majd, ez is egy régi hagyomány, amit újra visszaillesztünk a szexádi születi napok programjába. A megmérettetést még az előző évezredben, az 1980-as években Szabadi Mihály, Besenyei, Csokonai és örökségdíjas koreográfus és néprajzkutató indította el, aki ezen a napon is ott ült a zsűriben. Ez nagyon jó, és szeretnék még sokáig benne ülni a zsűribe, vagy legalábbis hallgatója lenni. Hosszú ideje, hogy próbálkozunk azzal, hogy a gazdag tolnamegyei népdal kincset tovább örökítsük valahogy, és hát szerencsére most újra vannak vállalkozók, és most, ahogy vége van ennek a műsornak, különösen jó érzéssel mondom ezeket a szavakat, mert itt most az a feladatunk, hogy a gálára kiválogassuk a résztvevőket, de majdnem, hogy ez a műsor mehetne a gálába is. Nagyon, nagyon örvendetes dolog, hogy csoportok vannak, nagyon örvendetes dolog, hogy sok a fiatal, és hát gondot jelent, hogy kevés a szakember, aki igazán fel tudná készíteni, de azért mégiscsak vannak lelkes emberek, akik hajlandóak erre. És így most nagyon frissen, ezután a bemutató után az is nagyon jó leső dolog, hogy nagyon sok településen ápolják az igazi helyi hagyományokat. Úgyhogy ezzel gazdagodik mindenki, gyerek és felnőtt egyaránt. A verseny megálmodója elmondta nagy öröm számára, hogy még mindig él ez a hagyomány. Először nagyon nagy lendülettel indult meg, annyira, hogy nyáron népzenei táborok voltak, meg annyira, hogy volt egy stábunk, amelyik falura kiment segíteni a népdalköröket, és hát olyan, hogy a most 2 elődöntő volt, valamikor 4 helyen volt döntő, és ott is 40-50 jelentkező volt, tehát ekkora létszámmal. Tehát most azért, hogy mondjam, itt a járvány, meg a korábban közben eső időben lévő átszervezések kárára voltak a mozgalomnak, de most úgy látszik, hogy a Babicsba
új szellem uralkodik, és akad támogatója. Azért is nagyon fontos ez a verseny, mert az általános iskolában sajnos háttérbe szorult a népzenei oktatás, és az is baj, hogy kevés az énektanár, és hát félve mondom, nehogy megverjenek, de közülük nagyon sok, aki nem írt a népdalhoz. Úgyhogy lelkes amatőrök, nagyon sokan, akik segítik ezt a dolgot, de nagyon-nagyon fontos, hogy a gyerekek tanulják. És hogy nehéz dolga lesz a zsűrinek? Nehéz is, meg nem is. Jó dolga lesz. Ezeket a nehézségeket a zsűri szívesen vállalja. A zsűri 1 ezüst, 8 arany, 9 kiemelt arany minősítést és egy külön díjat osztott ki a döntő során. Ezek mellett pedig minden indulónak lehetősége lesz fellépni a szüreti napok alkalmával megrendezett gála műsoron. Őrmester úr, kérem, engedje meg nékem, mikor jön a kis angyalom, véle kell beszélnem. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!